Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai videóval egy új rovat indul a csatornán, amely a Minden is, ami Stephen King nevet fogja viselni. A beszédes nevéből már rájöhettetek, hogy itt olyan tartalmakat fogtok találni, amelyek Stephen Kinghez, a kedvenc írómhoz fognak kapcsolódni. Ebben a videóban a Mobil című regényét fogom bemutatni. Ez a könyv 2006-ban az Európa kiadónál jelent meg, Bihari György fordításában. Az eredeti megjelenés is 2006-ban volt, így az amerikai olvasók után a magyar olvasók is viszonylag gyorsan hozzájuthattak King legújabb, akkori legújabb művéhez. A terjedelme 450 oldal, ami átlagosnak mondható, se rövid, se hosszú. Nekem mégis egy kicsit sokáig tartott az elolvasása, július utolsó napjaiban és augusztus első napjaiban forgattam ezt a könyvet, így az augusztusi jelentésbe tudott végül belekerülni. A történet alapkoncepciója egyfajta apokalipszis, amelynek az okozója ezúttal nem valami természeti katasztrófa, vírus vagy valamilyen nagyon-nagyon nagy robbanás, hanem a mobiltelefon és az ezen keresztül történő átprogramozás, ami bizonyos embereket fertőzötté tesz, még másokat nem. A történet Bostonban indul, ahol Clay Riddle grafikus egy konferenciára tartva sorba áll egy kis fagylaltért a nagy melegben, amikor is hirtelen beüt a krach és elszabadul a pokol, aki telefont tartott a kezében és éppen vonalban volt valakivel, az teljesen kifordult önmagából, és megszűnt tulajdonképpen humanoid lénynek lenni. Miután a kedélyek lenyugodtak, mert amennyire ilyen esetben a kedélyek le tudnak nyugodni, Clay egy felfedezést tesz, mégpedig azt, hogy aki nem használta a mobiltelefonját ebben a bizonyos időpillanatban, az épp elméjű maradt. Nincsenek sokan. Ezután arra a döntésre jut, hogy megkeresi a kisfiát Kent Pontban, abban a reményben, hogy kisfia nem esett áldozatul ennek az átprogramozásnak. Az útján elkíséri két újdonsült ismerőse, Tom McCurt és Alice Maxwell. A hosszú útra gyalog indulnak el, mivel semmilyen jármű nem működik, vagy nem használható ezekben az élhetetlen időkben. Nem fogom most elmesélni az egész történetet. Aki nem olvasta, az ebből el tudja dönteni, hogy ezután szeretné-e, aki pedig olvasta, az pontosan tudja, hogy ezután mi történik. A történet a Kingtől megszokott stílusban íródott, ugyan a leírások kevésbé részletesek, mint amilyenek más könyveiben szoktak lenni. Nem nélkülözik itt sem a naturalitást, a brutalitást, és ugyanolyan szókimondó, mint bármikor máskor. A főszereplőinknél nem igazán tapasztaltam semmiféle karakterfejlődést. A fertőzötteknél, úgynevezett telefonembereknél tapasztalható sokkal inkább a változás. Ők a más apokalipszis történetekből megismert zombikkal ellentétben számomra valamivel érdekesebb lények a maguk kis kollektív tudatával és a rájuk jellemző furcsa evolúciós mintázattal. Clay eltökéltsége és bizonyos fokú naivitása a történet végéig megmarad. Tom és Alice kimondottan szerethető karakterek. A történet folyamán hozzájuk csatlakozó mellékszereplők, mint például Jordan és az igazgató szintén kedvesek voltak a számomra. Dan, Dennis és Ray hármasa viszont sokkal inkább semleges karakterek voltak nekem. Mivel minden dolog a sugarat szolgálja, és mindennek a középpontjában ott áll a sötét torony, nem meglepő, hogy ez a történet is kapcsolódik a sorozathoz. A kapcsolódás ebben az esetben elég laza, az egyetlen igazi konkrétum az Csúcsú Charlie-nak az említése, illetve a Bíbor király e világbeli változatát lehet valamennyire könnyen megtalálni. Giládi Rolandot már annyira elbújtatta King a történetben, hogy nekem sem sikerült megtalálnom.
utána kellett néznem, hogy pontosan milyen formában is jelenik meg. Nem árulom el, azt a tanácsot adom, ha olvassátok a könyvet, hogy keressétek a monogramot. Az olvasókat és a rajongókat általában megosztja ez a történet. Sokan mondják azt, hogy a közepe felé ellaposodik. Némi lassulást én is észrevettem a cselekmények folyásában, de szerintem annyira nem laposodott el. Valami mindig történt, tettek egy új felfedezést, valaki érkezett hozzájuk. Egy szóval mindig volt valami, ami ébren tartotta az embernek a figyelmét. Az pontosan nem derül ki, hogy végződik a történet. Az utolsó jelenet után az olvasóra bízza King, hogy folytatja Clay történetét. Én sokkal jobban kedvelem azt, amikor egy kész befejezést kapunk, és nem nekem kell elgondolkodni azon, hogy hogyan is lehet tovább. Kinget pedig nem lenne érdemes megkérdezni erről, mert nagy valószínűséggel azt mondaná, hogy ő itt kilépett a szereplők életéből, fogalma sincs a továbbiakról. Mindent összevetve, én abba a csoportba tartozom, akiknek tetszett ez a könyv, ezért a Mojón 4 csillagot adtam rá, ami azt jelenti, hogy jónak találom, de ezzel együtt jelzem, hogy nem ez lett a kedvenc könyvem a horror királyától. A könyv végén egyfajta fun fact-ként megjelenik az a mondat, miszerint Stephen Kingnek a mai napig nincs mobiltelefonja. 2006-ban ezt elhittem volna gondolkodás nélkül. 17 évvel később viszont azt mondanám, hogy szerintem már van. Köszönöm, hogy velem tartottatok. A következő videóban szintén kinges tartalommal fogok jelentkezni, ezúttal egy életrajzi könyvet fogok bemutatni. Várlak titeket, sziasztok!